De most már a kormánnyal se kell, ez az. Tehát, hogy egész jó az úttartásod. Figyeld a lámpádat. Még ha látnám. Piros. Ezért jó a napszemüveg, látod? Plunk. Aha. És melyik sávba maradok? Itt. Itt te ne. Hiszen nem mondtam, hogy jobbra kanyarodj. Jó. Viszont utána nem nagyon látod a naptól, de el fog fogyni a sávod. Most ezt a lámpát nézd, ami lejjebb van, ezt nem süt oda a nap. Tedd üresbe és figyeld a lámpaváltást, jó? Melyiket? Ezt vagy ezt? Ezt. Tehát amelyiket... És egyenesen megy. Igen, engedd a kuplungot fel. És piros-sárgánál azonnal egyes, és nem kapkodva elindulod. Nagyon jó, hogy a váltót fogod, profi. És látod, ezt mondom, hogy valakivel lehet dolgozni. Pedig tényleg nem a legügyesebb tanulom vagy, de nagyon okos dolgokat kérdezem, meg mondasz, meg csinálsz. Igaz? És most már bementünk az elő, mehetsz is a belvárosba, igaz? Egyes? Igen, gyere a kuplungba, pici gáz, nagyon szép az indulás. Megpörgeted? Mi? Adj neki! Hogy menjen az a gáz. Gyerünk, pörgest, ne hagyjanak ott, megy a kettes. És nem tudom, hogy látod, hogy mi fog következni, Bogi? Gyere! Nem látok semmit. Kék táblát figyeld. Hol van kék tábla? Ott. Jelzés, merre? Kapaszkodósáv, val! Vegyünk, nyom neki. Ezt meg se hallottam, ezt a kapaszkodósávot. Ez nem az? Ez nem. Nem, ez a sáv elfogyás. Gyerünk. Ezek a kapaszkodósávot mindig keverem. Kikapcsolod? Mit? Ja. Megy a gáz. Gáz. És megy is a hármas. A kapaszkodósáv, amikor megnyílik, tudod, hogy egy sávod van, és van egy kapaszkodósávot, hogy a lassan haladó járműnek igénybe vegyék. Autópálya. Például, de egyébként akár lakottéten belül is lehet, mondjuk a régi hármason, vagy ott arra a Velencei tunnel a hetesen, tudod, megy föl az út, emelkedős, és akkor megnyílik egy kapaszkodósáv, mehet a gáz, hogy fölérj. Még, adj egy kis gáz neki, még, próbáljunk fölérni. Még. Gáz, elkuplunk, behúz egy négyest hátrafelé. Nagyon szép. Jön a kuplunk, megy a gáz. Gyerünk. Átérek. Hát, pont átérsz. Micsább. Hát ez nem tudtál volna megállni. Ne káromkodj. Semmi baj. Sávtartás, látod? Úgy van. Nagyon szép. Azt. Próbálj előre pillantani, milyen merre, színű merre, a lábát. Melyik sávba mehetek? Hát, miért akarsz átmenni a vonalon? Semmi. Nem akkor akarsz. Maradunk itt, nem? Jó. Tehát a szamárvezető melletted legyen. Igen. Minden zöld előtt. A lámpa. Tűz. Igen. Légy szíves, nem fog fölmenni négyesbe, visszapattintjuk hármasba a váltót. Jó? Szép. Köszönöm szépen. Jön a kuplunk, vagy a gáz. Jó, hittek, nagyon jó. Gyerünk. Még egy sáv elfogyás. Hát sorolja. Figyelj csak, itt úgy van, hogy nézed, nem lehet nagyon látni, mert le van kopva. Hát semmit nem. Nézed, le kell követned a vonalat. Ez a sávtartás. Ez. Ez itt. Ez bizony. Mehet a gáz. Megy. Ugye, hogy nagyon fura volt? De érezted, hogy az áramot lekövettük? Tehát egy sávot lekövettünk. Ilyenkor mindig pillancs a tükörbe, hogy nehogy motoros vagy egy autós nem így csinálja és melléd jön. Majdnem minden második alkalommal bejön mellénk egy autó ilyenkor. Segítek, körforgalom jön, de látod te is, ugye? Látod a zöld tábla is jelzi, hát az még odébb van. Az a lényeg, hogy mindig az első csíknál válts kettest. Ugye csak az első sárga. Ne. Tedd vissza a kezed, menjen a gáz. Az első csíknál. Hol az első csík? A veszélytjelző csík? Ott. Gáz el, kuplunk be, és most megy a kettes. Jó, jön a kuplunk felfelé. Beférek. Beférsz? Akkor mehetünk. Nagyon jó. Szűken megyünk be, szép kormányzást kérek, nem gyorsan menj be, jó? Szépen tedd az ívre, ez az is. Végig a jobb szélén, nem kell újat fogni. Körforgalomba sose fogunk újat. Kis segítséget kérek szépen. Segítek, itt vagyok. Érzed? Engedd a kuplungot fel teljesen. Nem nyomom. De egy picit ott volt a vége. Igen. Jelesz fölfelé és kimegyünk. Jobb tükör, hogy van-e mellette. Jöjjön felé? Aha. Igen, mehetünk. És nem ide dudáltak. Alá kapod. Még. És szépen megy a hármas. Szép volt az ív. Ja. Köszönöm. Szívesen. Jó a tanárom. Az biztos. Egy kicsit türelmes, nem? Nem mindig, ma nem voltam az előtted lévő tanulóval. Igaz, Szabina? Szabina. Nem sietünk. Jó, hát figyelj, egy idő után van egy elvárásom. Tehát tényleg, nem, figyelj, nem lépkedhetünk ugyanabba a pocsolyába 20 órával, 10 órával, meg 40 órával, ugye érted? Tehát ki kéne már lépnünk abból a pocsolyából, ehhez ti is kelletek. Jó, és akkor szépen megyünk tovább egyenesen. Na itt a sávtartás már jobban látszódik, ami nézzel, gyalogos nem arra volt? Úgy, úgyhogy finoman tükör és finoman ívre teszed. Tehát ne hagyd így kimenni, mint most, azt a idig, ami nem szereti, hanem próbáld kiátlózni. Igen, egy picit az a végre játszol. Szembe jönnek.
Hát én azt értem, csak hogy próbáld kiátlózni. Figyelj, segítek, adj egy pici gáz neki, hogy átérjünk, igen, még egy picit. És akkor figyelj, tehát nem megyünk el a sárga kocsiig, hanem itt már egy kicsit aláhúzod, és már töröd vissza. Magyarul a kicsiből, a kis törésből még kisebbet csinálsz, mint hogyha egyenesítenél. Jó, sávon belül. Ezen? Igen. Ha nem szólok, akkor mindig ez, igen. Akár merre kanyarodik, megy. Még zöld? Igen. Megnyomhatom egy picit? Igen. Akkor most már tudod, hogy ez a zöld. Köszi! Szóval megmaradtam múltkor is. Van a YouTube-on egyébként. Igen? Igen, de megvédtek, mert tudták, hogy zavarod. Mert mindenki tudja, hogy tudod, melyik. Meg is védtek egyébként. Sőt, valaki meg is dicsért. Úgy. Na! Nem tudom, mit néztek, lehet fordítva a moziba, de mindegy. Ilyen szenya vagyok. Elfér! Kell a viccelődésre. Vagy a feszültséget. Vedd vissza, igen. Na és akkor most kiérek egy gyönyörű sávváltást jobbra. Jó? Tehát látod, kiszélesedik, nézd meg, kettő megy egyenesen. Jelez fölfelé. Jó, és most? Hát, hogy megnyílik a lehetőség. Igen, nézd vissza. És húzzad, hát egy kicsit elkéstél, látod? És már vissza a kormányt, és lekapcsolhatod az irányjelzőt. Milyen színű a lámpát? Piros, kuplunk. Nagyon jó. És fék. Igen. Hát fék kuplunk, de már éreztem, hogy nyomod. Így van. És akkor megállunk, kihelyezed üresbe a váltót, és várod a lámpaváltást, jó? És ilyenkor hiába járkálnak helyes pasik a járdán, neked a lámpát kell figyelned, jó? Mert itt még mankócsazodok, most esküszöm neked. Akkor figyelek. Jó, ugye nem vettem fel a vezetésedet, de az előbb átmentünk a városon, bementünk arra a Petőfi tér környékére, emlékszel? Hm. Ott azon viszont el is tévedtünk ott fönt a hegyekbe, fölmentünk oda teljesen a dombtetőre. Az meredek volt azért, nem? Valószínűleg ezek után már teljes így van, tehát hol a jobb kész? Ez a mi. Hogy van? Meg a kuplung. Kuplung van, nagyon jó. Megy is a kuplung, jó, szépen szúrd az egyes, most hamarabb szóltam, de hát ha igazam lesz. Néha betalálok, ott is igazad van. Igazad van, megyek. Hát, mondtam én, 99,5%-ban. Ez az. Kettő? Uh-huh. Innentől kezdve ezeket ne is kérdezz, rakosgasd. Megnyomod, gyerünk, menjünk, nyom meg neki. Ne hagyjanak ott, és megy a hármas. Gázzal. És látod, amit ér? Mi fog történni? Megint nézd a kék táblát. Egy újabb, másik átsorban. Akkor a mehetsz is. Igen. Bal? Igen. Hé! Hey. Úgy gondoltam, hogy a kocsit azért elengeded. Jó, igen. Nagyon jó csináltad, csak a kocsira figyelj. De úgy észrevetted, hogy melletted van? Vagy csak figyeltem azért mentél, mert átszóltam? Igen, meg figyeltem a tükrökben. Figyelj csak, én amikor azt mondja, hogy mehetsz is, az arra vonatkozik. Figyelj már, ez a hív az ahányszor elrévünk, mindig jön. Neszi, mindjárt most dobok egy atombombát. Hát most jött az előbb 5 perce. Ez besorol, oké. Okay. Igen. Szóval azt akartam mondani, hogy ilyenkor arra vagyok kíváncsi, hogy te magadtól belenézel a tükörbe. És mikor érzed azt a lyukat, ahol befér az autó, tudod, átcsalogásnál is. Igen, maradj a jobb oldalon, ne feszítsd. Látod, a fehér autóst én oktattam, mert ő jobbra tart. Látod? Igen, tegyük üresbe is. Sőt. Honnan tudod, hogy te oktattad? Hát hülyéskedek csak, megy az egyes. Hát azért, mert ő az egyedül, aki jobbra tart, látod, sávon belül. Hát most, ha jönne motoros vagy mentő, nem férne el tőlük. És mit kaptál? Pőrosat. Úgy van, nem baj, legalább gyakorol az indulást. Hamar nyomtad le a kuplungot, menjünk csak közelebb, igen. Szebb kuplungunkát kérek kuplungbe. De húzd ki magad, mert valaki 30 órában nem tud így elindulni, jó? Tehát üres, sőt, most már egyesbe hagyod, mert át fog váltani a lámpát. Mivel nézd meg a gyalogos, hol jár már, mehetünk. Általában úgy van ez az ebben, hogy elmegy a gyalogos, visszafordul, és ha még egyszer átér időben, az akkor azt jelenti, hogy már zöldet kapsz, tűz. Igen. Magyarul egy olyan 20 másodperc egy ilyen lámpa. Megpörgetted. Kettes, így van, megpörgetted és jobbra kanyarodjunk. Jó, lampok, egész ügyes, jelezhet fölfelé. Most? Mehetek? Várj, ez eljön. Oké, gyere csak. Igen, hát neked van elsőbséged vele, szóval tekerheted. Mert ő egyébként balra kanyarodik, te meg jobbra kisírban tudod. És látod, már az sávot is meg tudod fogni, nagyon szép volt. Azért ne bízd el magad, nem biztos, hogy lehet, hogy mi legközelebb megint visszaesünk, tudod? Nem mindig leszünk ugyanazon a szinten, vagy nem mindig lépünk ekkorákat, tudod? De ez most egész pozitív, igen. Gázzál is, megy a hármas. Nagyon jó, jön a koplom, megy a gáz. Holnap szombat, ha úgy elment ez a hét is, mennem kereket Szegnédre. Aztán meg Szecsőn oktatok. Aztán vasárnap reggel is jönnek hozzám. Kit oktatt te Szecsőn? Sok mindenkit.
Szóval nem csak engem. Ne, hát dehogy is. Emlékszel, hogy nem tudtunk úton menni még 5 métert se az elején? Megvan? És most, hogy hozzá se kenyom vagyok a kormányhoz, ugye? Örülünk? Lehet, hogy kifogom az és kifogtuk ezen. Nyakonyom meg neki. Azért megsugom, hogy nem fogsz átérni ezen. Na, az olyan. Még egy kis gáz. Látom, hogy nyomják a féket, mindig sok idő még elindulnak. Na, még egy kis gáz, még egy kicsi. Szurkolj. Nagyon jó. Ezt el sem hiszem. Ez sárga lesz, mire odaérsz. Nem, és átértük. Jó. Belerohadok és átértük. Nagyon jó. Egyenes? Mehetek egyenes? Erről van szó. Hogy a sávtörést vedd észre. Most észrevettem. Tehát, hát igen, hát látod, lekeverted a malmakat. Úristen, min fogok mi? Igen. Ezen? Tényleg egy hídon? Igen. Aztán! Megyünk minden a híd alagút, aljára, felüljára. Pont gondolkodtam rajta, hogy milyen figyeled lehet. A zebrát. Olyan, zebra, hogy meg senki. Kell egy kicsit küldeni neki. Tudom, hogy kijött eléd, de kell az erőtartalék. Még egy kis gáz. Látod, hogy odalépett neki? Még. Hogy nehogy az emelkedőn kelljen még gázt adni és megszenvedjen, vagy föl sem menjen az autó, hanem mindig meg kell támadni. Jobban megtámadtuk volna ezt az emelkedőt, ha ő nem jön ki elénk. De fáj a hátam. Vedd vissza, tessék diktálni a táblákat. 30. Azaz. Átjöttem. Nem mentél át, csak majd. De csak. Jó, és akkor 35-tel megyünk, ugye? Jövő. Ez büntetést jelent. Pedig visszavettem, nem fogok semmit. Olyan aranyos vagy, mehet a gáz. Minden tanulom olyan cuki, most így elmondom így a kamerába, hogy olyan aranyosak, hogy jövünk le a lejtőn, érted? Szegény autó gyorsul, mint a vadállat, és azt mondja, nem nyomok semmit, ezt miért is megyünk gyorsan? Hát kéne egy kis fék, jó? Hiszen ilyenkor ugye a motorfék kevés, és akkor egy picit meg kell fékezni. Ugye érted, a lejtő nagysága dönti el, hogy most elég a motorfék, hogy visszalassul, vagy nem. Ugye főleg egy benzines autó nem sok motorfék van ezen az opelen. Dízelnél lehet, hogy elég lett volna elengedett a gáz, de itt egy pici fék kellett volna a 30-as tábla előtt, jó? De nem fullad le a kocsit? Nem. Hát ezres fordulatig fékezhetsz. Ja, hogy van ilyen izés? Jó, ezt nem érted. Tudom. És ami nagyon fontos, hogy nagyon hivatalosan, nagyon precíz akarok lenni, akkor én a 30-as táblánál váltanék egy 2-est, még lejtő lefelé is, mert akkor biztos, hogy nem fogsz gyorsabban menni vizsgálni, mint 30. Érted? Tehát megfékezed, és vissza 2, és akkor nincs lefulladás. De amúgy sem mondom, tehát ez mondjuk autófüggő, persze egy dízel már a 30 alatt nem szeret 2-es menni például, úgyhogy ott érdemes is visszaváltani. Még egy kis gáz. Igenis. Még egy kicsi. Viszont van egy szizém táblám. Most visszaveszed a gázt egy picit, és nagyon szépen láttam, behajoltál. Faltól falig mehetünk, nem volt senki. Amúgy az a gyalogos átkelővel egy kicsit úgy el voltál, ma nem volt olyan veszélyes, nem? Elengedted a gázt, kormány megtart, 4-es. És akkor még egy dolog, ha előbb nyomnád le a kuplungot, mint hogy a váltóhoz nyúlsz, akkor nagyon boldog lennék. Tehát először gáz el, kuplung be, megfúszálva figyelek a kormányra, és húzom a 4-est. Jó, mehet egy pici gáz. Nem ismerkedek, csak fölhúzom. Oké. És mi fog következni nem sokára? Várostábla vége. Akkor? Neki tűz. Neki tűz, de mikortól? Hát. Mostantól. Nagyon jó. Akkor mehet a gáz. Na, köszönjük a figyelmet, ez egy nem sok 15-14 perces videó. Mennyivel mehetek? Az összesen. Na jó, az túlzás, nem? Kicsit kezdő vagyok ahhoz. Igen. Szóval másabb így, mint hogyha így. Egy picit vissza kell venned, igen. Elengedett. Nagyon pici csak, hogy be tudj fordulni. Igen. Ez az. Utána, és az a kezeddel kormányoz, ne a testeddel. Jó. Mehet az 5-ös. 5? 5. Szegy a picsába kell. Üres felém előre. Így. Pontosan így kell. Jó? És ne rángasd a kormányt. Mind csak... meghalunk. És nem, gáz. Csak féltem, hogy neki megyek. Jó, egyébként praktikusabb lenne pont itt a lejtőn visszavenni 4-esbe, de most nem veszünk vissza. Jó? Hogy a motorfék az erősebb legyen. Tudod, 4-esbe sokkal erősebb. Akkor
úgy érzed, hogy már nagyon gyors, és meglátod a sebességkorlátozást, akkor picit fékezhet, de most el vagyunk még. Jó, pici fék. Ne kanyarodj hamar. Igen. Látod? Segítség. Még egy nagyon pici fék. Vidd le 60-on. Még egy pici. Nem, most nem én nyomom. Még egy pici, de te is nyomjad. Én azért nyomtam, mert meg már félek. Segítség! Ennyi? Nem, semmi. És akkor most egy picit vissza a fékerőt. Ne kanyarodj ilyen hamar. Igen. Féket engedd. Kanyarban már ne fékezz. Ja, hát ennyire rászorítasz. Én hát azért nem jegyez, az a kéz, és mehet a gáz. Hát szalakkor látod. De igen, de ne szorítsd, jó, mert akkor rosszabbul vezetsz, igen. Nem szabad, mehet nem, a gáz. Nem, csak olyan... Segítek, hát látod, hogy nem fogjuk volt, összetett. Hogy szalakkor... Megkérdezted, hogy összetörtük-e már az autót valaha, hát nem annyira. Mi hibánkból még nem. Jó, nem lehet igen. Hívre teszed. Próbálunk elkanyarodni. Picit benézünk Dány felé. Nagyon szar ez a kereszt, ez igen. Mehetünk, szedheted, megkérd a vonat, gyere a kuplunga. Megvan. Gyerünk, menjünk, már lefulladunk. Igen, nyomod neki, egyenesíts a kormányt. Igen, hirtelen volt, de meg vagy. Na mehet a gáz, tessék gyorsulni. Igen is. Gyerünk. Igen is. Ugye az előző videó nem készült, pedig mentünk mennyivel? Hát. Mehet a négyes. A kormány tessék megtartani. Igen is. Nyomjad neki bátran, bátran, meddig mehetünk? 70, ugye? Nem izgulunk, az ő tempója segít neked, hogy ő mennyivel vette be a kanyart. Szűken, akkor te is szűken, 70-et mehetünk, igen, gyerünk. Nagyon jó. Laza kész, még lazább, érzem, hogy feszíted, még jobban tudsz kormányozni. Gyerünk, nyom meg neki bátran. Vége a korlátnak, gázzel megy az ötös. Ez a második ötös váltásunk, igaz? Jó, ez most kicsit szar lett. Ez most szarabb lett, igen. Gyerünk. Na jó, amúgy a harmadik, mert az nem sikerült a videó. Gyerünk. Mennyivel lehet itt menni? Nagyon jó. Tetszik amúgy? Az előbb visítozott itt a bogi, hogy 90%, mert most már nem, kifáradt. Ez kurva jó. Ez az. De kár egyébként, hogy leállt a videó. Nagyon jó, nem ijeszgetjük. Jó, most már elég. Megvan mindjárt a szánsz. Lassítom. Vagy ne? Elég lesz. Nem kell lassítani, csak élvezd. Gyerünk. De lehet, az a jó. Na jó! Vedd vissza a gázt, igen. A lejtő miatt figyeld a táblákat, jó? Figyelj. Nem kanyarodunk ilyen hamar, nem jó. Az nagyon rossz, mert akkor vissza kell szedni, és akkor billen meg az autó egyensúlya. Igen. Most? Az. Nem kell semmit csinálni, menjél. Nyomjad neki, gyerünk. Nem, gyerünk, hát ez gyenge, így elalszok. 85-en mész csak. Vedd vissza a gázt, ez az. Ívre rakod. Nagyon jó, és megint mehet a gáz. Azaz. Élvezd a kanyarívet, ne es le róla, laza kéz, laza csukló, csak csuklóból vezess. Kanyar előtt mindig egy picit elengedjük a gázt. Na milyen? Nem tetszik? Most sokat kérek, nem? Kicsit vissza a gázt, igen. Így van. Azaz. Jó, hogy hörög a motor. Vedd vissza egy picit, na megint 100, nem bírsz vele. Ha egyszer elvisztek a mennyországba. És emlékszel, hogy megint visszatérünk, hogy hogy ment a kanyarodás még az első pár órán? Most már azért nem annyira sokat nyúkálok bele, nem? Szép a napra ment amúgy. Csak az autó mosóban olyan szóval. Látod ezt kanyart? Az azt jelenti, hogy picit mérsékeljük a sebességet. Nem. Láttad? Van. Egy bal, egy jobb. És ez egy nagyon érdekes, azért nem állítom le a kamerát, ez egy érdekes kanyar kombináció. Igen, igen, igen. Mehet vissza egy picit. Úgy, most? Még nem? Nem, visszavesszük egy picit. Igen, ívre, nem esünk le. Vedd vissza a gázt, pici fék, már 70. Csak egy pici ennyi is, ívre teszed, azaz, gyerünk, féket elengeded, kanyarból kifelé vett, megy a gáz, gyerünk, vágd alá a kormányt, húzzad, és megy a gáz, húzzad, megy a gáz, húzzad, 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 még az kevés. És besegítettem egy picit. Érzel? Tehát figyelj és nézz oda, és egy picit átlózol, nagyon szép volt, és mehet a gáz. Jó, hogy egy kicsit többen mentünk, mint 70, de... Na jó, sziasztok, még a gyereknapnak, nem?